Gyakorlatilag a Cegléd Sportjegy Közalapítvány már régóta működik Cegléden. Harci Zsolt volt a elnöke. Tehát az egyéb elfoglaltságai miatt ezt sajnos nem tudta olyan módon csinálni, hogy ez sikeresen működjön. Ezért lemondott, és megüresedett ez a poszt. Gyakorlatilag engem az a megtiszteltetést ért, hogy a képviselőtestület megválasztott a alapítvány elnökének. Nem egy egyszerű feladat, hiszen olyan komoly munkát kell itt végezni a sportban, ami egy kis pénzt kell gyakorlatilag termelni, amit a sportáknak lehet osztani, cegléd sportáknak. Elkészült egy idei évi tervünk, ami főleg jótékonysági sportrendezvényekről fog szólni. Gyakorlatilag felosztottuk 10 felé a cegléd sportágakat, és úgy gondoljuk, hogy minden hónapban fogunk szervezni egy rendezvényt, egy-egy sportágra fókuszálva, ahol bemutatkozik az utánpótlástól kezdve az amatőrökig mindenki, ki lehet próbálni a sportágakat, felvonulnak a támogatók, és ez egy ilyen kis szórakoztató nap lesz, ahol lesz lehetősége esetleg adományt adni annak, aki úgy gondolja, hogy a sportra még tud fordítani azon felül, amit eddig is ad. A most aktuális, hogy az adóbevallásokat most adjuk le gyakorlatilag, aki szeretne 1%-ot felajánlani, ezt megteheti, és hát gyakorlatilag itt majd megjelentetjük legfeljebb az adószámunkat, de beolvasom. Olvasd el, szóval majd ki is veszem. Jó. Az adószámunk az 19 18 66 49, kötőjel 1, kötőjel 13, tehát ide várjuk azokat az 1%-os felajánlásokat, aki úgy gondolja, hogy a cegléd sportjának érdemes odaadni. Illetve majd ezeken a rendezvényeken meg fogunk jelenni, és akkor ott lehet felajánlásokat tenni, illetve cserébe tudunk olyan hirdetési felületeket biztosítani, ami esetleg üzleti szempontokból is kedvező. A jótékonysági sportrendezvényeken kívül tervezünk még a színházterembe például egy olyan előadást, ahol a sportolók lépnek fel, de gyakorlatilag mindent csinálhatnak, csak nem sportolhatnak, tehát ez egy ilyen kulturális nap lesz, ahol a sportolók fognak fellépni, tehát ez azt gondolom elég szórakoztató lesz, az biztos. Mindenféle műfajban fognak itt fellépni. Ez úgy gondoljuk, hogy ez két előadást meg fog teríteni a színházteremben a nézők. Lesz a sportcsarnokért is egy napunk, aminek az lesz a neve, hogy Cegléd bajnoka. Itt minden sportágból két sportoló fog indulni, egy ilyen, gyakorlatilag ez egy olyan versenysorozat, ami ügyességi és állóképességet is fogja igénybe venni. Egymással fognak mérkőzni gyakorlatilag egymás sportágában a sportolók, hogy pontokat van gyűjteni, és akkor a végén pedig megkapjuk, hogy ki az, aki a legjobb. Ez is hasonlóan szórakoztató lesz, hiszen idegen sportágban is kell szerepelni a sportolóknak, mint amivel eddig szerepelnek. Hát gyakorlatilag ennyi hirtelen ez a tervünk, ez nagyon szerteágazó, hiszen itt 10-13 rendezvényről beszélünk még itt szinte ebben az évben végig. Hát gyakorlatilag májusban kezdünk az első rendezvényel, eddig úgy volt a szervezésben, hogy a vízilabdával fogunk kezdeni a benti strandon, hát ez már meghiúsult, hiszen korábban kezdődik a felújítás, úgyhogy egyelőre ez most megbukott, ezt a kinti strandra kell vinni majd. Biztos, hogy júniusban kosárlabda lesz, floorballal, júliusban kézilabda, augusztusban labdarúgás, szeptemberben pedig a atlétika, október pedig birkózás, judó. Egyelőre így néz ki, hát még hozzájuk fognak csapódni mások is, de olyan látványos dolgokat tervezünk mindegyik rendezvényre még, hogy például a kézilabda napon építünk egy strand kézilabda pályát a Rákóczi útra, ami elég látványos lesz, és akkor ott fiúk, lányok közösen is ki is lehet próbálni majd ezt is. Illetve a kosárlabda napon pedig streetball pályákat fogunk építeni, ami szintén az utcán lesz, és hát ez egy igazi ilyen kis jambori, ilyen majánisszerű dolog, hiszen ételitalárusok is lesznek, tehát gyakorlatilag ott mindenki megtalálja a szórakozáshoz kellő dolgokat. Ugye az első körben az volt az első lépés, hogy olyan médiatámogatókat találjunk, ami biztosítja a megfelelő megjelenést, a reklámozását ezeknek a rendezvényeknek, és a helyi médiák egyöntetően mellénk álltak. Így a Klub TV-n keresztül is majd tudnak értesülni róla a nézők, hogy mikor és hol lesznek ezek a rendezvények.